Szép jó estét kívánok! Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, mától egy rendhagyó beszélgetés sorozat kezdődik itt a fehérvári beszélgetések keretében. Rendhagyó azért, mert a közelmúltban megjelent székesfehérvári költők és írók köteteit fogjuk bemutatni a szerzővel természetesen. Rendhagyó azért, mert hogy próbáljuk meg úgy ezt a beszélgetést elképzelni, hogy valami egészen újat, valami mást kívánunk megmutatni, mégpedig a szerzők, a költők, írók legbensőbb gondolatait a verseken keresztül, és persze egy kis életpályát is kell, hogy belevigyünk, hiszen nagyon fontos, hogy mely versek milyen környezetben, milyen időszakban születtek. Ennek lesz ma tanúja valamennyi nézőnk, hiszen első vendégem Sajtos Lajos. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Köszönöm szépen a meghívást, szervusz! Aki legszebb verseit hozta el nekünk, ezt megmutatom. És a legszebb versek, ez már önmagában ez a jelzőszerkezet sokat számít. Hiszen azt mondom, hogy az a pályaív, ami a tiéd költészetben és újságírásban és a többi, az messze vezet. Ezért aztán, hiszen nem titok, az elmúlt esztendőben ünnepelted a 70. születésnapodat nagyszerű pályatársaiddal együtt. Ezúton is gratulálunk, persze. Köszönöm már akkor szépen, is meg... 70-kedünk. 72-hettek most már. És ugye a legszebb versek, ha csak az önálló kötetek gyorsan felsorolom, az elvétett ünnepeink, éhségben, szomjúságban, ezredvégi apokrif, évszakok hullámverése, poristen szemében, át a mezőn, eleven fény, mire megvirrad, és a Heródes testbeszéde. Ez mind-mind meg annyi élmény nekünk, akik kedveljük az irodalmat, és kedveljük a különlegességet. Akkor most egy kicsit evezz a mélyre. Mielőtt arra kérnélek, hogy egy verset mondj el, viszont én az egy rendkívül fontos időszak, amikor valaki fiatal felnőttként, még a 20 esztendőt sem elérve, 17 éves voltál, amikor már megjelentek írásaid. Erre az időszakra emlékezz vissza, kérlek szépen. Kérlek szépen, bár mennyire is furcsa, mindig is újságíró szerettem volna lenni, nem író és költő, újságíró. És abban az időben nem nagyon volt még felsőfokú kommunikációs képzés, és mit csinált az ember? Tudósított magától. Elkezdtem leveleket küldeni a Fejér megyei hírlapnak, és a legtöbbjük meg is jelent, de nem úgy, hogy levélként, olvasói levélként, hanem címmel és aláírással, ott volt a monogramom a cikk alatt. És jó pár év eltelt ahhoz, hogy egy tehetségkutató pályázat révén, ezt a MUOSZ írta ki, évente volt ilyen, bekerültem egy csapatba, és elvégezhettük a MUOSZ újságíró stúdióját. Egy év alatt azt a két év anyagot tanultuk meg, amit a Bálint György újságíró iskolásoknak tanítottak. És hát nagy öröm volt mindenünknek, mert akivel egy csapatba kerültem, az mind már dolgozott valahol gyakornokként. Ketten-hárman voltunk, mikor végeztünk, és nem volt helyünk. Ígértek lehetőséget, persze nem Fejér megyében. Meghívtak például a Nógrádi laphoz, a Nógrád megyei hírlaphoz, viszont itt Fehérváron már lakásvárományosok voltunk, és úgy döntöttünk, hogy most már nem változtatunk, itt kapunk lakást, ott nem állunk még egyszer sorba, majd csak lesz valahogy az újságírás is. És azért hozzáfűzöm, hogy nagyon nehezen jutottam pályára, mert elkövettem egy bakit, méghozzá azt, hogy míg a stúdióba jártam, abban az időben halt meg Szarka Géza, a Vörösmarty Társaság, a régi Vörösmarty Társaság alapító elnöke, a Szent Mari Gimnázium mostani teleki igazgatója, és Vitéz Szarka Géza az első világháborúban alanyi jogon jutott a vitézséghöz. És ő a háború után nem nagyon jelenhetett meg, csak az Új Emberben, a Vigiliában, meg azt hiszem, hogy volt ilyen folyóirat, hogy művészet.
És följártam már én a Vigiliához a verseimmel is, hogy majd, hát ha megjelenek, közölt is a Rónai György, és egyszer megyek a Rónaihoz, hogy meghalt a Szarka Géza bácsi. Mondom, egy lépcsőházban laktam vele. Azt mondja, írja meg a nekrológiát. Én azt kérdeztem, hogy mekkora legyen a terjedelem. Azt mondja, másfél flekk. Másfél flekk, ugye gépiratban gondolkodunk, betűhűen lehozta, és ott volt a monogram, az SL a végén. Hát ugye ezt mindenki tudhatta, hogy Fehérvárról, aki írta, ez csak én lehetek, és ez annyit jelentett, hogy hosszú ideig nem kerülhettem pályára. Igen, hát érthető módon. Üzemilapot csinálhattam, de főállású, státusos újságíró nem lehettem. Igen, hát bármennyire is gulyás kommunizmusnak hívták azt az időszakot, azért megvoltak ott az elvek és a gyakorlat is, amely követte ezt. Igen. Bár továbbra is tettem a dolgom, és akkor belekóstoltam az üzemi újságírásba is, ott már aztán egy kicsit kiélhettem magamat. No, hát de viszont a vers aztán a Fiatal Művészek Klubja Szignál című antológiája. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos időszak, annál is inkább, hiszen Ratkó József és Vasi Géza voltak a szerkesztői. Igen. Tehát ez egy rang volt. Na akkor a párhuzam, tehát egy tehetségkutató pályázat révén jutottam, lettem újságíró, és egy irodalmi tehetségkutató pályázat révén jutottam nagyobb nyilvánossághoz. Itt meg az történt, hogy a Fiatal Művészek Klubja a KISZ KB-val, vagy az Írószövetség KISZ bizottságával, már nem tudom hogyan, évente írtak ki ők is pályázatot. Fiatal íróknak, költőknek. A kritérium ugye az volt, hogy 35 év alatti legyen az illető, de már publikáljon rangos folyóiratokban, és még nincs saját könyve. És éppen közeledtem ehhez az időhöz, és én már nagyon sok helyen megjelentem a Vigiliában, a Jelenkorban, a Szombathelyi Életünkben, a régi magyar ifjúságról, meg a ifjúsági magazinról nem is beszélve, ami egy nagyon jó dobbantó volt nekünk induláshoz. És lehet, hogy már elmondtam, másodt is biztosan elmondtam, hogy 1300 pályázó jelentkezett, versíró jelentkezett erre abban az évben. És közülünk 13-at választottak ki egy antológiába. Ezt akárhogy számolom, 1%. Igen. És amit említetted, nem is akárkik voltak a zsűriben, Ratkó József és Vasi Géza. És ahogy ez az antológia megjelent, szinte megnyíltak előttünk az utak. Igen, hiszen több tucat antológiában szerepeltek a verseid utána. No, mielőtt erről beszélgetnünk, hiszen a tucatból is kiemelhető, hiszen ezek rangos. A Vigiliát említetted, meg a többit, de azért volt egy jó néhány olyan, amely kell, hogy erre emlékezzünk. Viszont választottál verset, akkor most hallgassunk meg egy verset. Úgy gondoltam, hogy ez egy olyan reprezentatív válogatás, ráadásul kemény táblába kötve, hogy ez bármikor örökül lehet hagyni bárkinek. Az indulásom idején is írtam miniatűröket, és érdekes, hogy a miniatűröktől kezdve írtam dalverseket, hosszú verset, kompozíciót Takács Imre javaslatára, és akkor haikut, és újra miniatűröket. Tehát íve van a történetnek. Íve van, és azért a miniatűrök után megújultam, és írtam most már félhosszú verseket is, a könyv végén az van. Tehát akkor egy érdekes, a korai korszakomból egy nyitó vers, a cím is elárulja, Tél 71. Állok a belső küszöbökön. A külső küszöbökön hó és jég virít. Letaposott rózsa. Két küszöb között a tér, s a hajnali óra. Önmagáért beszél. Igen. Tovább, igen. Tovább lapozzak? Még egyet. Jó. Akkor egy dalversféle. Véd és megőriz. Ma jutott megint egy szabad órám.
Lelkemen a szél fényként átsuhant. Ma jutott megint egy gondolat, véd és megőriz legszebb gondomat. Olyan látod e januári tavasz, mint gyerekkoromban szép pünkösd illata, véd és megőriz legszebb pillanat. Mentem hozzád én annyit járt uton, megyek hozzád már haza, szavam véd, szavam megőriz, legszebb gondom te s haza. Igen. No, a stílusváltásaidról kérdezlek, hiszen itt említetted, egy kicsit beszéljünk erről, hiszen igen, nagyon-nagyon fontos, hogy ki miként választ magának egyik oldalról stílust, másik oldalról, tehát az önmagából a személyiségéből fakad nyilvánvaló, de úgy érdemes, már pedig a te váltásaidnál ez kiderült, ha jól csinálod. Te jól csináltad. Szerencsére. De ez soha nem kényszer volt. Nem. Játék volt, és végén rögzült. Na most tudni kell, hogy sokan tagadják, de a legtöbb költő is átesik egy avantgárd korszakon. Nekem is megvolt a magam avantgárd korszaka fiatalon. Képverseket, meg konkrét verseket írtam, meg készítettem, meg ragasztottam, de soha nem adtam ki ezeket a kezem közül. De egyetlen ilyen képversszerű, utalásos, tehát a formailag kép, de olvasható vers, bent van ebben a kötetben is, és az is tulajdonképpen egy miniatűr, mindjárt meg is keresem, hogy hol vagyunk. Igen, közben én mondom, hogy igen, ugye amikor arról beszélünk, hogy a versíró számára a stílus, illetve a forma igen, szorosan összetartozik értelemszerűen, de akkor szerencsés ez a történet, ha nem kényszer. A másik pedig, amit ehhez hozzátennék, hogy értelemszerűen egy kötet nagyszerű dolog. Ugyanakkor méltatlanul elfeledjük azt, hogy az antológia sokszínűsége pedig megint méltóságot ad egy-egy versírónak, egy-egy költőnek. Igen. Tehát nem lehet különbséget tenni, hogy most ez megjelent a Szignált, említettük, vagy az Agriában, vagy az Aracsban, az Árgusban, a Konfesszióban, vagy pedig önálló kötet. Persze, hogy jó az önálló kötet, de azért ne feledjük, hogy általában mindenki úgy kezdi, hogy egy-egy antológiába bekerül valamilyen formában. Hát a szinte kritérium, hogy ami egy könyvbe bekerül, az már valahol jelenjen meg. Tehát a nyomdafestéket kipróbáltuk. Egyértelmű. Na, folytasd. Na most éppen más hoztam ide föl, mint amit gondoltam volna, de ez már egy játékszerű vers, és nem is miniatűr. A miniatűrtől most eltekintünk majd talán a végén. Emléket tüzénél. Kiszáradt kutakat, ha számol az ember, maga is kiszárad. 30 napja van annak, hogy nem látlak. Eltűntél az hajnali fénnyel, köddel vegyültél égszínkékkel. A nap azóta egyre hosszabb, egyre forróbb. Magaddal rántottál 70 poklot, 70 vérszínű szivárványt. Azóta idézek égi bálványt szavaimmal, hogy emléket tüzénél sisteregnek villámkarcsú szirének. Halálig táncoltatják a szerelmet, és veszedelmet hoznak nyakamra, kígyó mérget, kiszáradt kutakból, kiszáradt torkomra. Tehát máskor más hang. Igen, igen. A miniatűrökre még visszatérve, tehát a kezdet-kezdetén is írtam háromsoros haiku-szerű verseket, és egy laptól a szerkesztő azt írta, hogy mintha csak töredékeket írnék, és nem fejtem ki hosszabban a verset. Nem, mintha nem lehetne háromsoros verseket írni. És azért nem hagytam el a háromsorosokat se. Egyértelmű, fogunk erről beszélni, viszont térjünk vissza az újságírói pályafutásodra. Igen. Hiszen a Fejér megyei Hírlap újságírójaként egy veretes pályai van tiéd. Azt hiszem, hogy ez a kettősség egyik oldalról költőként, másik oldalról pedig újságíróként is helytállni, abban a korban, amit ne bántsuk azt a kort egyébként, mert számos kiváló igen, ember járta be azt az utat, mint ugyanazt, amit te magad. Én azt gondolom, hogy ez példaértékű. Hogyan lehetett összedolgozni ezt a kettőt?
Hát össze lehetett dolgozni, mert az irodalomtörténetben vagy sajtótörténetben számos eset van, hogy kiválóságaink is újságíróként keresték a napi kenyerüket. És az igaz, hogy napilapos újságíró koromban kevesebb verset írtam, kevesebbet publikáltam, és ahogy nyugdíjba jöttem, szinte megtáltosodtam, minden nap írok, ha haikut, ha naplójegyzetet, vagy verset, mikor mi jön, és valami csak fönnakad a rostán. Azért érdekes a világ, én emlékszem még az újságírás hőskorára, arra az időszakra, amikor fantasztikus egyéniségek dolgoztak a Fejér megyei hírlapnál, jószerivel mindenki írt máshova is. Ma már ez elképzelhetetlen, igen. És nem azért, mert túlságosan sokat ír, talán nem igazán ambicionálják. Én azt hiszem, hogy az volt, azt nem mondom, hogy az alja, aki nem írt máshova. De neveket tudnék sorolni, hiszen a Baranyi Paliéktól kezdve mindenki publikált máshova. Igen. Nem beszélve arról, hogy nem egy újságíró kolléga volt a hírlapnál is, aki írt verseket is, meg ír is verseket. De én mindig azt mondtam például gyakornokoknak is, mikor néha kodolányisok jöttek hozzánk, vagy a újságíró, fiatal újságíró kollégáknak, hogy méretessetek meg idegenben is, tehát országos lapnak is írjatok. Úgy Bilányos. Kell írni, hogy bár, hogyha neked a Népszabadságban kellene egy cikket írni, akkor írjál oda, ami ott megfelel. És még viccesen hozzá szoktam tenni újdondászoknak, hogy az a lényeg, hogy úgy írj, hogy a Mari néni kislángon is megértse, de tetszene a főnöködnek, a főszerkesztődnek, és másnap ne kelljen szembe köpnöd magad a tükörbe. Igen, igen, ez nehéz feladat. Na most én jövök, és találomra kinyitom itt valahol, igen. És így van. Én is rövidet, Amerigo Tot emlékének Európa. Nagyon jó. Víjognak a gumiabroncskutyák a nemzetközi országutakon, száguldanak a keselyű karosszériák, húzzák köteleiket keresztbe, kasba, rabolják Rómát, s el Európát. Amerigo Totra emlékezünk, azt hiszem, hogy ez méltó emlék számára, hiszen minden egyes gondolat, ez a teljes gondolatsor is kifejezi. Tényleg, amikor valakinek írsz verset, tehát az imént is valakihez szólt, igen. Az fontos? Fontos. Fontos, ha csak egy mottót használok tőle, vagy neki ajánlom a verset, de térjünk vissza az Amerigo Totnak ajánlott igen. versre. Fiatal voltam, egészen fiatal, akkor voltam albérlő Fehérváron, és Tihanyban nyílott Amerigo Totnak kiállítása. Én minden nyáron lejártam a Balatonhoz, hát mondom, akkor most ez Kaporra jön, mert megnézem a kiállítást is, meg egyet strandolunk. És csodálatos volt az apátságban volt Tihanyban a kiállítása, és nagyon megfogott, megragadott. Volt az címadó, illetve az utalásos vers, volt egy szobor, ami nem állt másból, egy kőtömbből, és kötéllel, mint egy csomag át volt kötve. És az volt a címe, hogy Európa elrablása. És akkor húzzák köteleiket keresztbe, kasba, és rabolják el Rómát, meg Európát, így jött össze, és mondom, hoppá, akkor ez jött a gondolat, mondom, hoppá, akkor ezt Amerigo Totnak kell ajánlani. Igen, méltóság és feszültség igen, együtt. Igen. No, te jössz most. Most jövök Vajoskám, igen. Hát azért valamit ide csempésztem. Olyan kollégának az emlékére írtam a verset, ami aztán a múltról is szól. Száll a szégyen. Nagy Gáspár emlékének. Se baj, mondtam álmomban, semmi baj kérdésedre minap. A 21. század hajnalpiros hajnalán, pedig hát szorgalmatos aktakészítőink, tologatóink ugyanúgy dolgoznak, ténykednek most is, mint annak előtte. 30-40 éve, nap mint nap, keddes kedden, csütörtökös csütörtökön, miközben száll a szégyen, a ragacsos szégyenbélyeg, a tupírozott tapokon, a vallató és tekintélyes
neve sincs besugószékekre, hol az egyedüli megnevezett voltál, voltam, s vagyok. Én vagyok, én, a senki fia. Irgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj, kész ez a vers is. Igen, megvannak a mélységei. Búcsúzni felelősség? Igen. Igen. Az történt, mikor a Nagy Gáspár sajnos meghalt a korosztályunkból, egy éve volt fiatal, mint én, a legkiválóbb, hát fiatalon megkapta a Kossuth díjat, és betegen feküdtem otthon, nem tudtam elmenni a temetésére. És több verset is ajánlottam, írtam a Nagy Gáspár emlékének. Én ugye végigkövettem az elmúlt időszakban a pályafutásodat, a köteteid megjelenésekor ott voltunk mindannyian, és a Poristen szem, az én kedvencem, igen, a Poristen igen szemében mindenképpen, illetve a Heródes testbeszéde ezek is. Ezek eblométikus versek. Igen, mégpedig azért, mert hogy számomra ezek fontosak. Igen. Tehát én ezt a fajta stílus szeretem. Ugyanakkor csodálattal tekintettem a haikukra. Ugyanis Magyarországon jó haikukat összesen két költő írt, az egyik vagy te. Hát ez mondom egy kicsit túl, ez egy kicsit túlzás. Ezt én mondom, ugye, rendben van. Igen. Mi a haiku titka? Egyáltalán hogy kerültél hozzá közel, hiszen ez egy különleges igen stílust igényel. Igen. Szóval úgy kerültem a haiku irodalomba, hogy én fiatalon, az első közlés tőlem irodalmi közlés, nem tudósítás, és aforizma volt, saját aforizma. Sobor Antal segített, hogy megjelenjek. És ugye aforizmákat írtam, meg olvastam a nyugatosokat, Karinti naplóját, az aforizmáit, egyebeket, és olvastam Kosztolányinak az idegen költők antológiáját, amiben kínai és japán költők is benne vannak, a japán költők haikukkal persze, természetesen. De hát Kosztolányi Dezső nem, hogy is mondjam, formahűen fordította azokat a haikukat, hanem csinált belőle háromsoros verseket, csengő-bongó rímekkel. A haiku nem bírja el a rímet, még az asszonánszot sem. És annyit írtam, és közben megjelentek a haikuim is. Végén összeállítottam egy haiku naptárt, amit most már, hogy is mondjam, nem restellek, mert az is egy könyv. Miért? Nekem megvan, az remek dolog igen volt. Hanem nekem nagyon jó tanulság volt, hogy hogyan kell majd jó haikut írni, még azon túl is, hogy már egy könyvet kiadtam, egy haiku könyvet. Mi a titka? Hát nem tudom. Akkor ugye 3 sor és 17 szótag, és a szótag szám az pillanatok alatt a fejemben volt, hogy most ami gondolat jött, az stimmel, csak le kell írnom. És a titkát sose tudom megmondani. Jön a gondolat, ha nem írom le, akkor az elszáll, de ha leírom, akkor az ott van papíron, és előbb-utóbb nyoma lesz könyvben. Jó, akkor most én nyitok egyet. Nyissál, jó? Igen. Addig. És közben keresd te magad is, hiszen... Igen. Nos, hát... megint egy emlékversnél nyitottam ki. Szeret, nem szeret, Román Károly emlékének. Hát igen. Nem tudunk eléggé emlékezni Román tanár úrra. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy engem tanított középiskolában. Aztán utána végigkísértem irodalomtörténészi pályafutását. Nagyszerű bepillantást kaphattunk vele, tőle mindenbe, ami irodalom. Mondjuk, maradjunk ennyiben. Nos, tehát szeret, nem szeret Román Károly emlékének. Feltámadás után kezébe veszi fejdíszét, koronáját. Szeret engem Isten, számlálja a töviseket, szeret, nem szeret, szeret, nem szeret, szeret. És visszakérdez. Éli, éli, lámmá, sebaktáni. Éva néni nagyon megszerette ezt a verset. Azt mondod, hogy olvassak egy verset, eljutottam a haiku után, itt vannak az újszerű félhosszú versek most már, nem miniatűrök, nem háromsorosok. És a Szarka Géza bácsi is bele van írva a versbe, mikor albérlő voltam. Az a címe, hogy régi albérletek. Az utcát már rég átkeresztelték népköztársaságról Várkörútra, de a ház még ma is
áll, hol első albéleti szobámra leltem. S lettem falusi fiúból városlakó. De hol vannak a jóságos asszonyok, kikhez ditirambuszt írhatnék mostan? Hol Irmus néni, aki a szállást szerezte? Hol Juliska néni, ki befogadott? S hol a házbéli Mária néni, ki lányként megjárta Auschwitzot? Én meg csak szégyenkezem és pironkodom, mert nem bírtam szóra, hogy beszéljen és valljon, hisz minden panasznak elmondhatója. S hol a régi házbeli mind? Hol Szarka Géza, a vitézélet író és társaság alapító igazgató? És hát hol Erzsi néni, a tanítónő, aki midőn megtudta, hogy verseket írok, megállt a küszöbömön, és csak annyit mondott. Ne haragudjon, én ezt nem néztem ki magából. S ott a küszöbön csak hebegtem és habogtam. Hogy hát a költés nem is kinézett dolga. Azon gondolkodtam tavaly, amikor ugye hármótoknak volt a 70. születésnapja, Bobori Zoli, Pálfal... Abban a hármasban nem abba voltam. Abban a hármasban nem ők 46 ősziek. Ja, ők 46 a Balajti, ősziek. A Bobori, meg a Balajti, a Pálfal, Bobori és Pálfal. A mi 70-esek, a 47-esek közül lettünk volna a Csekélyi, Szabolcsaki, Kétlaki, Győri és Velencei vagy Fehérvári. Fehérvári hölgyet vett feleségül, tehát meg tagja a társaságnak, meg még aki 47-es születési volt, de meghalt, a Gáspár Laci. Igen. És akár nekünk is lehetett volna egy hármas antológia. Igen, tehát az ünnepség sorozat keretében igen. Azon gondolkodtam, hogy nagyon jó a ti korosztályotok. Hát, minek köszönhető ez? Igen. Kérlek szépen, hogy minek köszönhető, minek nem. Én talán a családom történetén is lemérhetem, hogy a háború után vagyunk már 2 éve. Tehát viszonylag nyugalmasabb időket éltünk. Még hogyha ott is voltak bajok bőven. És nem is tudom, mit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy a nyugalmasabb időszak hozta azt, hogy elmélyültebbek lehessünk bármiben, tanulásban, egyebekben. Azt akartam még mondani, a nővérem, ő befejezte a 8 általánost, nem jöhetett tanulni, pedig jófejű lány volt, hanem el kellett neki menni munkába, mert hát kenyérkereső foglalkozást után kellett nézni. Én jó magam is ebbe a cipőbe jártam, hogy elvégeztem az általánost, nem gimnáziumba mehettem egyenest, hanem szakmát kellett tanulnom, méghozzá olyan szakmát, amivel aztán bármikor megélhetek. De nem titok, villanyszerelő szakmát tanultam, és azt fejeltem meg energetikus ősi oklevéllel, mikor a MUOSZ iskolát elvégeztem, és kötelezték a gyakornokokat, hogy felsőfokú képesítést szerezzenek, és mi volt a legtöbbnek a célja, hogy a Marxista Esti Egyetemet elvégzi. Igen. Ám mondom, nekem már van egy alapszakmám, egy villamos alapszakmám, meg érettségi, akkor mondom, olyat tanulok még, amivel tényleg bármikor Bilámos. Megélhetek. Oklevelem van, de egy napig nem voltam energetikus. No, hát elszaladt az idő, ugyanúgy, mint igen. a 70 éved. Igen. Egy búcsúversre kérlek szépen. Búcsúvers. Legalábbis ebben a műsorban. Igen. Hát akkor térjünk vissza az ajánlásokra, meg az emlékkező versekre, és egy olyan kolléginának az emlékére írok rövid verset olvasok föl, aki tényleg megérdemelte ezt a búcsúzást. A monitor tükörfényében. Kővári Gabriella emlékének. Mellém telepedett le egy éppen megüresedett szerkesztőségi asztalnál, mától ez lesz a helye, munkájának, melyért élt, halt, mint ritka, kevés szavú újdondász. Én sem zaklattam tudálékos kérdéseimmel. Arca már ott ragyog örökétig a monitor tükörfényében, csak nem riportra mentél, te gesztenye szemű lány. Hát igen. Jó, hogy itt voltál velünk. Én azt gondolom, hogy
nagyon-nagyon fontos minden egyes pillanat, amit az irodalom kedvelőkkel, irodalmárokkal, költőkkel, írókkal tölthetünk, és azt csak megerősíthetem, hiszen ezekben a napokban számtalan könyvemutatóra kerül sor, hogy nagyon jól van ez így. A Vörösmarty Társaság, illetve Székesfehérvár önkormányzata is sokat tesz azért, hogy ez így maradjon, de a felelősség a tiétek, és ehhez a felelősséghez kívánok jó egészséget neked, és örülök, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen a meghívást is, és a jó kívánságot is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Sajtos Lajos volt, akinek most jelent meg a nagyszerű, legszebb versei című kötete. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!